Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket. Kozma Kata vagyok, a Kék Kulturális Élmény Klub vezetője. Rövidebb nevünk a Kék Klub, és Önök most a Kék Klub márciusi nyilvános programján vannak. Klubunk a kulturális utazóknak, a világra kíváncsi embereknek remek interaktív esti előadásokat kínál Zoomon, így a világ bármely részéről csatlakozhatnak hozzánk. Kiváló szakértő előadóink vannak, akik nem csak kiváló előadásokat tartanak, hanem klubtagjaink minden kérdésére is válaszolnak az előadásokat követő beszélgetéseken. Ma este is így lesz. Mielőtt bemutatom ma esti előadónkat, Törteli Nikolettet, aki Hollandiában élő idegenvezető, és a ma esti nyilvános előadásával indítja klubunkban a 8 részes Amsterdam és azon túl című sorozatát. Engedjenek meg egy személyes, ám Nikkihez kapcsolódó történetet. Amikor néhány hónapja leveleztem az egyik klubtagunkkal, aki megírta, hogy mennyire lenyűgözi őt előadóinknak a tudása, örömmel dicsekedtem neki, hogy épp most mondott igent új előadónk, aki Amsterdamról tart majd sorozatot. Rögtön jött klubtagunk válasza, azt írta, hogy az eddigi előadók ismeretében nem lepne meg, ha Törteli Nikolett lenne az előadó. Kedves résztvevők, ha tetszik önöknek Niki ma esti előadása, csatlakozzanak a Kék Klubhoz, és vagy kövessék Niki Facebook oldalát, Amsterdami Idegenvezetés Nikivel névvel találják meg. És most akkor Nikiről néhány mondat. Törteli Nikolett idegenvezető tanár 2008 óta Hollandiában él. Az első és egyetlen magyarként végezte el a holland nyelvű idegenvezetői képzést, és ma már oktató is holland idegenvezetőket képez. A Holland Idegenvezetők Országos Szövetségének az egyetlen magyar tagja, volt elnökségi tagja, jelenleg pedig a vizsgabizottság tagja, a vizsgafelkészítője és a PR bizottság elnöke. Hollandiában rendszeresen vezet magyar csoportokat, számos magyarországi irodának a helyi idegenvezetője, illetve privát idegenvezetéseket is tart. A Rijksmuseum és a Van Gogh Múzeum tárlatvezetője is. Előadásaiban a holland kultúra és történelem mellett a mentalitást és a mindennapokat is előtérbe helyezi, illetve gyakorlati tippekkel is ellátja a Hollandiába készülőket. Mindezt egyébként megkapják akkor is, hogyha Niki Facebook oldalát követik. Niki, mivel egészítenéd ki az elmondottakat? Hát, szóhoz sem jutok. Jaj, jaj, ne! El sem, az most nem jó. Ezt el sem mesélted nekem, hát ez egy nagyon aranyos történet. Nem mondtam el. Ezt nem mondtam. Jó, viszont amit most nem mondtam el, akkor még ezt elmondanám, amit tegnap tudtam meg tőled. Ugye nekünk volt egy sorozatunk, Amerikával foglalkozó 5 részes sorozatunk, Gyémánt Balázzsal, aki szintén remek idegenvezető és kiváló előadó is, és még visszavárjuk Balást, és tegnap tudtam meg tőled, hogy miatta lettél idegenvezető, amikor egy holland csoportot hoztál Magyarországra, tolmácsként jöttél velük, és Balázs idegenvezetését hallgattad meg, úgyhogy hát, kicsi a világ, úgy tűnik. Igen. Igen, Igen, ő igen. kérdezte, hogy nem szeretnél te Amsterdamban idegenvezető lenni, mert hogy nincsen helyi. Mondom, mi az, hogy nincsen helyi? Biztos van. És rájöttem, hogy nincsen. És még akkor beiratkoztam a idegenvezető képzésre. Úgyhogy tényleg ő indította el ezt az egész történetet.
Hát nagyon örülünk neki, és nagy érdeklődéssel várjuk az előadásodat. Szerintem még annyit mondjuk el, hogy amikor először elkezdtünk beszélgetni, akkor ilyen 4-5 részben gondolkodtunk, vagy talán még annyi sem Hiszem, még volt. annyi sem volt. Igen, most már 8 résznél tartunk, de további ötleteink is vannak, úgyhogy bízom benne, hogy majd azt is sikerül megvalósítani. Hát Igen. nagyon várjuk az előadásodat, Niki. Átadom neked a szót, és köszönöm, hogy velünk vagy. Köszönöm szépen a bemutatást, ez így van. Tehát 16. éve élek Hollandiában, és a mai előadásomban szeretnék a hollandokról, a holland mentalitásról beszélni, hogy én milyennek ismertem meg őket, hogy miket, milyen furcsaságokba ütköztem, amikor megérkeztem Hollandiába, és hogy én milyennek látom a hollandokat. Erről lesz ma szó, sok-sok képpel, a legtöbb képet én készítettem. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Még egy kis bemutatkozás, csak röviden, hogy a legelső képem látható itt, amikor 2008-ban elindultam, és már ott van rajta, hogy Amsterdam. A busszal, egy 22 órás buszúttal érkeztem meg Hollandiába, és sokszor meg szoktak engem kérdezni, hogy miért éppen Hollandia. És erre az a válasz, hogy azért, mert Angliába indultam, de itt kötöttem ki, mert 2008-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolai karán angol-magyar szakos tanárként, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit elindulok világot látni, és elindultam, hogy elmegyek ilyen ópernek, bentlakásos babysitternek Angliába, és már minden papírom készen volt, amikor valaki mondta, hogy hát lenne egy hely egyébként ilyen munkára Hollandiában is, és nem mennék-e inkább oda. Mondtam, hogy nekem aztán Nyugat-Európa, Nyugat-Európa, úgyhogy akkor elindultam Hollandiába. Abban nem gondoltam bele, hogy a holland gyerekek azok nem beszélnek angolul. Tehát ez már egy későbbi probléma lett, mert igen gyorsan meg kellett tanulnom a nyelvet, tehát beköltöztem egy családhoz, volt saját szobám, és vigyáztam a három szőke kisfiúra, 3, 5 és 7 évesek voltak, egy éven keresztül ezt csináltam. És utána gondolkodtam, hogy visszamenjek-e Magyarországra tanárnak, vagy még maradjak egy kicsit a szerencsét megpróbálni, és még egy picit gondoltam, hogy maradok, kibéreltem egy szobát, egy lengyelek lakta negyedben, Haarlem városában, és majdnem ugyanazon a napon, amikor én oda beköltöztem, egy egész házból szobákat lehetett kibérelni. A velem szemben lévő, a folyosó túloldalán lévő szobába beköltözött egy magas, szőke, kékszemű fiú, és rögtön összebarátkoztunk, ott együtt főztünk a közös konyhában mindig, és hát ez a középső képen látható két kisgyermekemnek pár az apukájuk, úgyhogy a két kis szöszinek. Úgyhogy akkor már úgy volt, hogy maradni kell, és nagyon sokat utaztunk még, és ma pedig Almere városában élünk, 35 kilométerre Amsterdamtól, és éveken keresztül foglalkoztam fordítással, aztán jött ez az ihlet a magyarországi utazásom során, hogy végezzem el a helyi idegenvezetőképzőt. Én azt gondoltam, hogy majd ott mások is lesznek, vagy aki már elvégezte, és nem volt senki magyar, és elvégezte, már ott Amsterdamban nagy elánnal éppen magyarázok itt már a következő képen, mert most lesz 10 éve, hogy végeztem ezen a képzésen, ahol ma már tehát tanítok is, most is szombaton majd megyünk, és tartjuk a hallgatóinknak a múzeumi gyakorlatokat. Persze hollandul, szóval ez a rövid története a 16 évnek, 15 és félnek, és akkor talán ráismer az is, aki picit már ismeri a hollandokat, de aki nem, annak pedig el fogom mondani, hogy miről van szó. Egy picit hollandul is fogunk a mai alkalommal tanulni. A végén még egy nagyon kis viccesebb nyelvlecke is lesz. Tehát milyenek a hollandok, én milyennek látom őket. Van egy ilyen mondás hollandul, hogy du már normál, dan du jo al gek genoeg. Nem beszélve erről a csodálatos holland nyelvről, ugye mindenki csak elávul, hogy milyen gyönyörű a hangzása ezekkel a
hangokkal. Tehát azért nem egy olasz vagy egy, nem tudom, spanyol. Nekem nagyon bejön, mert amikor a családnál laktam egyébként, akkor nagyon gyorsan nyilván meg kellett tanulnom hollandul, hogy a gyerekek értsék, hogy mit mondok, hogy nem szabad, nem menj ki az útra a biciklivel, stb. Hogy gyorsan sikerült megtanulnom a nyelvet, tehát ez egy ilyen kis furcsa nyelv. Ez egy delfti fajansz cserép, amire ez a mondás fel van írva, és ez azt jelenti, hogy viselkedj normálisan, úgyis elég bolond vagy. Ez egy holland mottó, és ez a következőt takarja. Hogyha mondjuk megérkezünk Amsterdamba, akkor azt veszük észre, hogy a házakat, csak ha megnézzük, nem is kell tovább menni, hogy mindegyik olyan egyforma, hogy megyünk, 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 és akkor nézzük, hogy hát itt már voltunk, meg itt már ötször elmentünk. Kis reklám helye, hogy ezért is érdemes idegenvezetőt fogadni Amsterdamba, mert ez a konformizmus, ez annyira megvan bennük, már amióta az eszüket tudják, hogy minden legyen ugyanolyan, minden konvergál középre. Tehát ne legyen se túl lent, se túl fent, hanem minden legyen valahol egy szinten, így szépen középen. A házak sem lehetnek túl magasak, de alacsonyabbak sem, mint a többi. Hát nagyon sokszor látjuk ezt Amsterdamban, szóval az első témám a konformizmus. Mert hogyha megnézzük a házakat, de akár mondjuk a fizetéseket, a hollandoknál sávos adózás van, ami azt jelenti, hogy évi 75 ezer euró bruttó felett már 50, hát 49%-ot kell adózni. Minél magasabb a fizetés, annál nagyobb az adózás. Ne legyen senkinek túl sok pénze, de ne legyen túl kevés se. Amit itt a képen látunk, az például egy úgynevezett városi palota. Ezeket ők már palotáknak hívják, hát nem egy Versailles palota. Hogy el is tudjuk képzelni, hogy amikor például egyes királyi családok itt megpróbáltak, vagy akár cári családok megpróbáltak egyesülni a holland királyi családdal, akkor egy igen komoly kultúrsokk érte őket. Erre egy példa Anna Pavlovna, orosz nagyhercegnő története, aki második Vilmos holland királlyal szegényt összeházasították, és megérkezett Hágába, nagy udvartartással, a cári udvarból, és megérkezett egy ehhez nagyon hasonló palotába. És ő így nézte, hogy hát, otthon nem pont ilyenekkel találkozott, az udvartartás be se fért, tehát másik házakba kellett őket elszállásolni, meg főleg az lepte meg, hogy majd még a király családról is lesz szó, hogy mennyire közvetlenek a királyi családdal. Tehát nincs az a hajlongás, nincs az a távolságtartás, tehát abszolút nem szeret meg Hollandiát, és nagyon gyorsan átköltözött Brüsszelbe, mert ilyenek a mi palotáink itt Hollandiában. Hát az is, hogy egy legyen a sok közül, nem ríhat ki túlságosan. Például van egy ilyen norma, amit a 2000-es évek elején vezettek be, hogy semmelyik köztisztviselő nem kereshet többet, mint a miniszterelnök. Ilyen szabályozás. És annak is meg van határozva, hogy ő mennyit kereshet. Tehát egyik irányba se legyen túl extrém a dolog. Tehát minden konvergál középre. A konformizmus. És ez honnan ered? Ez vissza kell mennünk 500 évet a történelemben, a reformációhoz. Mert a reformáció nagyon-nagyon meghatározta a hollandok történelmét, mégpedig azért, mert ugye kijött a könyvnyomtatás, az emberek elkezdték elolvasni a Bibliát, és arra jutottak, jöttek különféle mozgalmak, hogy amit a katolikus egyház követ, az nem mindig felel meg annak, mint ami szó szerint benne van a Bibliában. És ezért jöttek ilyen irányzatok, például a luteránus, vagy amit itt nagyon sokan elkezdtek követni, a kálvinista, hogy visszatérni az Isten szavához, és a kálvinizmus fő gondolata, hogy az ember egész életével áll Isten színe előtt. Tehát például különösen egy ilyen veszőparipája volt ennek a mozgalomnak a búcsúcédulák gondolata, tehát, hogy nincsen bűnök megváltása pénzért, hanem a mi példamutató életünkkel állunk majd az Isten színe elé. Ez az alapgondolata. És ez annyira benne van a hollandokban, ez a mértékletesség, ez a visszafogottság, hogy ezt majd mindenben látni fogjuk.
ezt hozták ők magukkal a reformációból. A másik dolog pedig a kereskedő múltjuk, ami nagyon-nagyon meghatározta őket. Ennek a fénypontja az 1600-as években volt, amikor a hollandok megalapították a holland kelet-indiai kereskedő társaságot, a jele, azt Amsterdamon többször megnézzük, a VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, tehát Egyesült Kelet-Indiai Társaság, ami a világ valaha volt, a mai napot is beleértve, legnagyobb vállalkozása volt, meghódította, hát a klubtagoknak ezt már nem kell nagyon ecsetelni, mert én is láttam egy-két előadást az indonéz fűszerkereskedésről, ebből a hollandok egy igen nagy falatot ki tudtak harapni maguknak. Tehát a kereskedő múlt, ez az üzleties felfogás, és itt is látunk ilyen kálvinista, tehát szitiszta fekete és fehérrel, nem ez a franciás, aranyozott, nagyon színes ruhákban, holott a fekete volt az egyik legdrágább anyag, tehát ezek nagyon drágák voltak, de nem rivalkodóak. És hogy itt vannak szegények ezekben a sok-sok rétegnyi ruhában, a trópusokon, de ez a kereskedő múlt is megvan, és ez el is vezet mindjárt a következő pontunkhoz. Az pedig az, hogy ők ezt akkor nagyon megtanulták, hogy ne azt nézzük, hogy ki honnan jön, hanem azt nézzük, hogy mit tud nekünk adni. Hogy attól, hogy máshogy néz ki, attól, hogy más nyelvet beszél, attól még lehet, hogy tud nekünk valamit kínálni. Legyen az bármilyen árucikk, vagy valamilyen tehetség. És én azt tapasztalom, hogy a mai napig ezt a hollandok nagyon is betartják, mert ez elvezet minket ahhoz, hogy tolerancia. A toleranciának néhány gondolata, most csak egy ilyen fotót találtam, mert ilyen beszélgető hollandokról nem nagyon van képem, de hogy például amikor engem kérdeznek utasaim arról, hogy hát mi van itt a migrációval például Hollandiában, akkor én ezen meglepődtem ezen a kérdésen, mert kérdeztem, hogy amivel a migráció az itt 1000 éves dolog. Az itt folyamatosan jöttek a vallási üldözöttektől, elkezdve a zsidóktól, mindenki itt kötött ki Hollandiában. Az 56-os magyarok is itt találtak menedéket, több ezren. Tehát nagyon sok mindenki, és a hollandok mindenkit befogadtak, ez nekik teljesen természetes dolog. És az egyetlen céljuk az integráció. Tehát például itt is én is, hogy megérkeztem Hollandiába, nem beszéltem egy szót sem hollandul, és megnézték, hogy mit tudok hozzáadni ugyan nagy egészhez. És vannak ilyen programok, például, hogy az a neve, hogy Samenspraak, együtt beszélni, idős, nyugdíjas nénik, hölgyek felajánlják ilyen önkéntes közösségeknek, hogy ők leülnek olyanokkal beszélgetni, akik még csak tanulják a nyelvet. Akik mondjuk Szíriából jöttek, elmennek velük a múzeumba, csak akkor szépen, de szigorúan hollandul, mert megpróbálják nekik elmagyarázni, hogy itt most miről van szó. Tehát az integráció. Elmennek velük, segítenek kitölteni papírokat, és ez nekik is jó, ilyen 80-85 éves. Nekem is volt egy ilyen partnerem, egy hölgy, hát imádtam, nagyon aranyos volt, de már akkor azt mondta, hogy te mit keresel itt, te már túl jól beszélsz ahhoz hollandul. De elbeszélgettünk, akkor már komolyabb témákról beszélgettünk, szerintem 85 év körül volt, nagyon-nagyon ilyen tűzről pattant idős hölgy volt, hogy ő jött hozzám a biciklivel, mert mondtam, hogy én megyek hozzá, ne, majd ő jön, és akkor ott bicikliszta a félváros. Szóval ez a befogadás és az integráció, ez nekik valamilyen szinten teljesen természetes. Aztán például, ahogy én is tanítok az amszterdami idegenvezető képzőn, nincsen másik nem holland tanár ott a képzésen. Tehát mindenki holland, és a hallgatók nagy része is holland. De senki nem azt nézi, amikor én oda megérkezem, hogy na, ez meg már megint kicsoda, hanem néznek, figyelnek egy ilyen nyitott felfogással, és azt látják, hogy megvan a tudásom, megvan a tapasztalatom, értik is, amit mondok, és
És soha nem volt még ebből semmilyen gondom, vagy bármilyen megjegyzés, hogy hát te meg nem is vagy holland, hanem azt nézik, hogy mit tudok hozzáadni. Itt beszélgettünk Katával, hogy például az osztrákokról, így délelőtt, amikor teszteltünk, de a hollandoknál el lehet mondani, hogy, vagy inkább megbeszéljük azt, hogy vajon hidegek-e, távolságtartóak-e, vagy inkább közelengednek magukhoz. Hát valahol mind a kettő, mert a hollandok borzasztóan nyitottak és barátságosak. Tehát nyilván most csak az én tapasztalataimat tudom elmondani a mai este folyamán. Én ezt tapasztaltam, hogy nagyon nyitottak, nagyon barátságosak, és könnyen is barátkoznak, nagyon udvariasak, kedvesek, de az ember, hogy tényleg hogy közelebb akar kerülni, akkor egyszer csak neki megy egy ilyen kőfalnak. Mert olyan nagyon látható falat húznak, hogy na eddig mehetsz, és ott bármit csinálhatsz, de az mögé már nem mehet. Hát olyan kérdés, hogy na te is mennyit keresel, olyan nincsen. Az nem létező dolog. Meg mondjuk nagyon személyes kérdéseket. Nem szeretnek nagyon lelkizni, például az én tapasztalatom szerint. Tehát nagyon érzékelhető, a meg van húzva a határ, hogy meddig lehet elmenni. De addig borzasztó kedvesek, nagyon-nagyon barátságosak, és amiről még híresek, az az egyenesség. Tehát nekünk az már, ha mi úgy beszélnénk, szó szerint, ahogy egy holland, akkor az nekünk modortalan lenne. De ők így megmondják, hogy kitől mit akarnak, és azt nem fogják, úgyhogy hát akkor szeretné, és nincsen hozzá ilyen körítés. Tehát, hogy nem lehetne esetleg, hogyha lenne rá időd, és megtennéd, és lennél olyan kedves, ezeket ők nem, hanem azt mondják, hogy akkor légy szíves, és csináld meg ezt, mert ezt szeretném. Kész. Tehát nagyon-nagyon egyenesek, és nagyon ilyen to the point, ahogy szoktuk mondani, tehát nagyon lényegre törőek, és így kommunikálnak egymással. Ez nekik meg van szokva. Tehát sokkal több minden elfogadható az ő társalgásukban, mint mondjuk nálunk. Aztán mit írtam még fel magamnak? Ez így mind nagyon szép és jól hangzik, de azt tapasztaltam azért, hogy nagy toleranciában annak egy része az érdektelenség is. Tehát egyszerűen nem érdekli. Mert benne van nagyon a hollandban az, hogy nem érdekli a más dolga. Tehát, hogy nem foglalkozik vele. A saját dolgával foglalkozik. Tehát nem az tényleg, hogy hát kukucskálnak a szomszédban, hogy ott azok itt mit csinálnak. Igen, saját dolgával foglalkozik, és hogyha mondjuk Amsterdamba érkezünk, akkor meglátjuk ezt a táblát, hogy coffee shop. Ahogy ők mondják, ez is egy külön megállója az amsterdami sétának, de hát mindenki hallott már róla, a kanabiszárusító helyeket hívják coffee shopoknak, de azért egy kicsit árnyaltabb a dolog, mint hogy a hollandok folyamatosan élvezik a kanabiszt, mert hogyha Amsterdamban járunk, abból nem lehet megismerni a hollandokat. Azoknak 90% a turista, akivel ott találkozunk, mert hatalmas nyilván a turizmus Amsterdamban. Mondjuk Haarlemben meg kicsit már kintebb utazva sokkal jobban megismerjük a hollandokat, de amit mindig meg szoktak lepődni a vendégeim, az az, hogy Hollandiában a kannabisz nem legális. És hogyha viszont azt mondják, hogy akkor illegális, az sem. Hát se nem legális, se nem illegális, mert van egy ilyen nagyon sajátságos szabályozás, egyedülálló, amit úgy hívnak már a 70-es évektől kezdve, hogy megtűrt. Megtűrt. Aminek vannak korlátai, de szabad is, meg nem is. Minden tevékenység a kannabisz kapcsolatban tiltott, tehát a termesztés, a szállítás és a birtoklás is, de hogyha a fogyasztásról van szó, akkor az megtűrt, amíg nem lép át bizonyos határokat. Tehát itt is a határokat azért megtaláljuk teljesen. Hivatalos szabályozás szerint, ha már átértünk úgyis a témára, a tolerancia témáján belül, az az, hogy 5 gram lehet nálam, 5 gram THC tartalom lehet nálam, addig nem büntetnek, és 5 növényem lehet otthon saját fogyasztásra. És akkor sem büntetnek, viszont a hollandok
ezzel nagyon tudnak élni, illetve nem élni, mert nem mondhatjuk azt, hogy a hollandok fogyasztják. Egyáltalán nem, nincs benne az európai öt legmagasabb kannabisz fogyasztóban Hollandia, mert nem érdekes neki. Ott van, megveheti, amikor akarja, nem érdekes neki, és viszont azt sem ítéli el, aki meg mondjuk fogyasztja. Tehát tolerancia. És akkor szoktak mindig jönni a kérdések, hogy akkor hogy kerül be a coffee shopba, hogyha nem lehet megtermeszteni. Ezt pedig úgy hívják, hogy hátsó ajtópolitika, hogy illegálisan kell megtermeszteni, azt üldözik a termesztőket, mert egy nagyon jó példa mindig itt télen, amikor megy a helikopter, és nézi, hogy hol van kiolvadva egy ház tetején egy ilyen szép nagy kör. Mert akkor ott nagyon meleg van bent, ennek nagyon meleg kell a termesztéséhez, és akkor oda becsöngetnek, hogy milyen paradicsomot tetszik termeszteni itt a tetőtérbe, és akkor felderítik ezeket az ültetvényeket ilyen lakásokban. És az büntetendő. De azért nem börtön jár, hanem azért legtöbbször pénzbüntetés és közmunka, hogyha találnak egy-egy ilyen ültetvényt. De onnantól tehát, hogy bekerül egy ilyen coffee shopba, aminek hivatalos engedélye van, és nagyon sok adót fizet, a becslések szerint 2 millió euró a bevétele évente, amiből a felét befizeti adóba, tehát ez egy hatalmas üzlet is. Nyilván onnantól, hogy bekerül, onnan ők árusíthatják. Tehát szabad is, nem is, ilyen szürke, ingoványos terület, megtűrt, és működik. Ez is egy ilyen holland dolog lényegében, de ők egyáltalán nem mondhatom, hogy használják és élnek vele. Ezzel mindig meg szoktak lepődni a vendégek, hogy de hát akkor ki ez a sok ember? Hát a turista, aki megérkezik. Aki kicsit ismeri a hollandokat, Zuinigheid, az ismeri ezt a fogalmat. Én is, amikor babysitter voltam, ilyen bentlakásos, akkor például elmentem bevásárolni a családnak, és hogyha volt 2,50 € visszajáró, akkor azt mondta a anyuka, hogy majd akkor azt rakjam bele a kis persejbe. Tehát egy semmit nem tarthatta meg, úgyhogy hazacipeltem a bevásárlást. Tehát nagyon-nagyon spórolósak, takarékosak. Van egy ilyen mondás, hogy a hollandok azok a skótok, akik azért hagyták el Skóciát, mert nem bírták nézni a pazarlást. Hát ez honnan máshonnan eredne, mint a kereskedő múltjukból. Úgy is szokták mondani, hogy ez a VOC, már megbeszéltük, hajós kereskedő társaság, mentalitás, VOC mentalitás. Ez nagyon bennük van, erre van egy pár példám a legelső évekből. Például én nagyon meglepődtem azon, hogy van ez a sárga tisztító kendő, ilyen citromsárga. És azt mi mindig otthon használtuk, majd amikor már ilyen gombóc formát öltött, akkor kidobtuk. És itt meg 800 ezer eurós vagy házba laktunk, mert azért akinek már van ilyen bentlakásos babysittere, az már azért kicsit jobban megengedheti magának. És mondták, hogy mossam ki. Mondom, ezt, ami már így össze van így aszalódva, és akkor azt ki kellett mosni. Mert azzal spórolunk, mert nem veszünk 1 euróért újat. Például. Vagy ilyen kedves cipőjavító bácsi. A mai napig itt abszolút megélnek cipőjavítók, ruhajavítók, mert addig, amíg használható, addig ne veszünk újat. Ez amúgy ma már teljesen ilyen környezettudatosnak minősül, de ez nagyon jellemző, és ennek meg az is az oka, hogy például Hollandia nem engedi be a hipermarketeket, ilyen Tesco, semmi nincsen. Legnagyobb azok az Albert Heijn, a helyi üzletlánc nagyobb üzletei, Lidl, Aldi, azok vannak, de hipermarketek nincsenek. De ezek a pici kis boltocskák, szaküzletek tényleg, amikre én még nagyon kis gyerekkoromból emlékszem nálunk, és utána mondjuk jöttek az ilyen kínai boltok, meg hasonlók, de ezek itt még abszolút megélnek. És rengetegen vannak a ruhajavítóknál. És hogyha még tényleg lyukas, fontos, bármi viszi tisztítóba, új talpat rak a cipőre, és én is vittem akkor is. Az anyukának valami, nem tudom, cipőjét javítatni, és mi is csináljuk egyébként, és aztán közben divatba jött.
Aztán igen, pénzhez való hozzáállásról már volt szó, és hogyha van egy ilyen mondás angolul, hogy go Dutch, amikor fizetni kell, mondjuk egy étterembe, az azt jelenti, hogy mindenki magának fizeti ki, amit evett. Ez itt a világ legtermészetesebb dolga. Mi még a párommal is, vagy 10 éven keresztül külön fizettünk mindent. Nem tudom, hogy így van-e mindenhol, de az biztos, hogyha például a baráti társaság elmegy vacsorázni, akkor külön fognak fizetni. Van egy ilyen fogalom, hogy Tiki, az egy ilyen applikáció, hogy mondjuk, hogy ne kelljen sokat várni, akkor egy valaki kifizeti, az hazaviszi a számlát, végigböngészi az egész számlát, és mindenkinek kiküldi, hogy mennyit fizessen be. És akkor oda rákattintok, és akkor azt el lehet küldeni azt a pénzösszeget. Tehát mindenki szépen saját magának kifizeti. És ez annyira rám ragadt, ez a mentalitás, hogy észre se vettem. Például hazamentem, nem tudom, a szüleimet nem látom itt, de azt mondták, hogy jönnek, úgyhogy ha itt vagytok, akkor mondjuk elmentünk valahova, és mondjuk én akartam valahova elmenni Magyarországon, és akkor elvittek az autóba, és mondtam, hogy mennyit fizessek akkor a benzinbe, meg akkor a bevásárlásnak az én részemet kifizetem, és ők meg így, te miről beszélsz? Mondtam, te én nagyon szívesen. És aztán úgy eszembe jutott, hogy de szüleim, meg azért egy kicsit más, és ez itt teljesen természetes dolog. És a biciklik, az a saját képem, az Haarlemben készült ott 2008-ban, hát az mindenkinek hatalmas élménye, hogyan a bicikliket, ugye ott, vagy hát a biciklik hajkurásznak minket, főleg Amsterdamban, de szinte mindegyik városban, mert ők nagyon szeretik azt mondani, hogy azért bicikliznek, mert egészséges, de lássuk be, a bicikli az nem fogyaszt benzint. Tehát lényegében ingyen van, aztán ezt mondtam a páromnak, tehát aki holland, és ő mondta, hogy nincs az ám ingyen, mert a karbantartás, mert az olajozás. Na, jó, ingyen van, kész. Azért használjátok, mert ingyen van. És ezzel szeretnék átlépni az egészség témájára. Gesundheit. Ugye, még milyen jó, hogy nem német, tiszta német. Gesundheit. Itt vannak a kicsikéim, a két kis szőke. Hát már nagyon pici koruktól ráraktuk őket a biciklire. Úgyhogy most is az iskolába is úgy megyünk, hogy mellettem bicikliznek. Nagyon kis cuki. És a kerékpározás kultúrája, jó, azért az bennük van, hogy tényleg egy kis testmozgás azért kell, annyira nem is megerőltető, és ugye Hollandia az szinte teljesen lapos. Hát volt, hogy szüleimhez hazamegyek Visegrádra, és akkor úgy szoktam viccelődni, hogy az ott mi az a nagy, ami kinyúlik így a földből, az, amitől nem látom a napot. Mi az a hegy? Az, ilyet már nem láttam hónapok óta. Tehát teljesen lapos, és így nagyon könnyen el lehet jutni egyik városból a másikba, amivel amúgy is közel vannak. Óriási a népsűrűség. Sokszoros a Magyarországnak, ugyanis 40 ezer négyzetkilométerre jut, majdnem 18 millió ember. Tehát a városok igen, már lassan összenőnek, ezért is közlekednek biciklivel elég könnyen. És igen. A bicikli utak, na például egy ilyen, ezt Amsterdamban találtam, egy gyerekhordozó bicikli, most ez éppen fapapucs formájú, úgyhogy muszáj volt lefotózni, de vannak ezek a kockák, a bakfic, nem bakfic, bakfic, és abba belepakolják a gyerekeket, bevásárlást, karácsonyfát, bőröndöt, mindent, kutyát, és ezzel lehet szállítani tehát őket. Annyira biciklis kultúra van, itt egy bicikli út Amsterdamban, hogy Amsterdamban, aminek a mérete körülbelül fele Budapestnek, 700 kilométernyi bicikli utat találunk, de Hollandia szerte is több a bicikli út, mint az autóút. Tehát 153 ezer kilométernyi bicikli út van, és 140 ezer kilométernyi autóút. Mindenhol bicikli utakkal találkozunk, és Amsterdamban meg különösen így begyorsul, és csönget, de nem lassít. Tehát ezt tapasztaljuk. Akkor is, ha mondjuk piros neki a lámpa. És akkor szokták kérdezni, hogy akkor nincsen sok biciklis baleset, de nagyon sok van.
mi is többet láttunk már, vagy összeütközik mondjuk villamossal, autóval, emberrel, másik biciklivel, tehát nagyon sok van. De abszolút erre van kiépítve az egész kultúra, és ők tehát meg vannak róla győződve, hogy azért bicikliznek, mert egészséges, és hát nyilván egészséges is ez a mérsékelt testmozgás, tehát hogy nem izzad bele, meg nem olyan megerőltető, hanem csak úgy szépen átmozgatja magát. De nem csak biciklizni szeretnek, hanem van egy ilyen fogalom, hogy ez nagyon holland dolog, uitwaaien. Azt jelenti, hogy kiszellőzni. Amikor kimennek a tengerpartra, és ott így fúj ez az orkán erejű szél, és akkor ugye az kitisztítja az ember gondolatait. Minden depresszió, minden elszáll tőle. Ők így is mondják, hogy menjünk és uitwaaien. Szellőzzünk ki, szellőztessük ki a fejünket, és mi is szoktunk ilyesmit mondani. Ezt is nagyon szeretik, de például nagyon sokan úsznak, hát nem feltétlenül itt, de tengerbe is úsznak már nyáron, pedig egyáltalán nem meleg, meg eljárnak úszni, meg idősebbek, tehát nagyon sportosak, folyamatosan mozgásban vannak, az átlag életkor is nagyon magas, a férfiaknál 80 év, a nőknél 83, mert mindig valamit nyüzsögnek. Ha találkoztunk már hollandokkal, én azt szoktam mondani, amikor kicsik voltunk, akkor voltunk ilyen kempingekben, és mindig azt néztük, hogy melyik a holland, meg melyik a német, hát itt ugyanúgy hangzott, meg ugyanúgy is néztek ki nagyjából, és akkor a német az ott ült a kis sátor előtt egy csörrel a kezével, és a holland az meg sosem volt otthon. Az hegyet mászott, az biciklizett, az mindig nyüzsgött valamit, túrázott, tehát folyamatosan nekik mindig menni kell. Van nekik egy ilyen mozgáskényszerük, ugye a hollandoknak, és, vagy például, amikor vacsoráznak, 6 óra 00-kor, akkor van a vacsora, mert majd mindjárt mutatom, hogy mit ebédeltek előtte, azért van ilyen korán, akkor mondjuk utána elmennek teniszezni. Ez egy teljesen normális dolog, hogy akkor is még valamit, így valamit csak így este sportolni, és amit például még úgy szintén imádnak, korcsolyázni. Hát alig várják, hogy befagyjanak a kanálisok akár Amsterdamban. Vagy itt egy tó, ez az eredeti kép 2008-ban, amikor elmentem a családdal, úgyhogy valahol itt vannak a képen, akinél tehát babysitterkedtem, és hát azt sem tudom, azt sem tudtam, hogy ez most mi van így előttem, hát én Kiskunfélegyházáról származom, ott nem volt ilyen, még hasonló sem, és itt befagyott egy tó, és mindenki ott csúszkált rajta. Én nem tudtam korcsolyázni, most sem nagyon tudok, de szeretek, tehát már nem esek hasra, annyit elértem, mert a párom viszont fríz, északi, úgyhogy ő van róla képje 2 évesen, egy párna rá kötözve a fenekére, úgy áll a jégen korcsolyába. Nagyon elesik, akkor is biztosítva van a dolog. Tehát ők a jégre születnek, úgyhogy ő nagyon jól tud korcsolyázni, és ő taníthatott engem kisebb-nagyobb sikerre. És ezt a korcsolyázást is mint tehát ilyen közös tevékenység, egy sport lényegében, hogy kicsit átmozognak, és családi esemény, de hát ezt sem most találták ki, mert például egy festmény, Hendrik Averkamp, a Rijksmuseumban lévő festménye a 1600-as évekből, már itt is látjuk, hogy mindenki a jégen van. Egyébként ez a konformizmusra is visszavezethető, de ennél a képnél szoktuk azt megbeszélni, hogy látunk, most egy kis képelemzés következik, de hogy látunk a képen mindenféle rétegeket, társadalmi rétegeket, tehát van, aki itt lent a jobb alsó sarokba ott viszi a ténát, éppen van, aki éppen hasra esik, most aki ott kidugja a hátsó felét ott bal szélen, okból a felállított csónakból, most arról ne beszéljünk, de látunk nagyon gazdagon öltözött embereket is, tehát a jégen mindenki egyenlő. Ez az alapgondolat, itt a festészetben legalábbis, de imádnak. Ezt is alig várják, nagyon híres eseményük az úgynevezett Elfstedentocht, az a 11 város versenyét jelenti, ami úgy szintén Frizlandon van északon, és tehát 11 városon megy keresztül, több mint 200 kilométert korcsolyáznak, és akkor várják, de legutóbb
1997-ben volt, mert azóta nem fagytak be annyira, hogy hivatalosan el lehessen indítani. Néhány nem hivatalos verseny már volt, de hivatalos azóta nem, is már nagyon várják. Hát most megint kitavaszodott, úgyhogy lehet, hogy megint nem lesz, de imádják a korcsolyázást is. Éjtön. Hát nagyon nagy kulináris magaslatai vannak a holland konyhának, mint például az ertönszup, vagyis a borsó leves, amit itt látunk, és ennél azért kicsit kisebb darabokban van a zöldség ebben. Ez egy olyan leves, ez az ő nemzeti ételük, ami olyan borsó leves, egy kicsit hasonlít az íze a mi sárga borsó krémlevesünkhöz, csak zöld színű borsóból készül, és addig főzik, amíg szét nem fő saját magát besűríti, egy ilyen nagyon-nagyon sűrű levest, és ezt a füstölt szafaládészerű vésztét bele darabolják meg ezeket a télies zöldségeket. Látunk, van zeller, burgonyát nem mindig raknak bele, répa, és ez egy ilyen kis leves, kis rostkenyérrel fogyasztják, tehát egy ilyen egyszerű, de nem zsíros, ugye? Kis egyszerű télies étel, a nemzeti étel, és ez nagyon hasonló. A másik, ezt én készítettem a páromnak, mert én nem eszem húst, de neki megcsináltam, ez a stampot. Ez pedig egy burgonya püré, összekeverve fodros káposztával, amit ledarabolva meg tudunk venni a boltba. Tehát nem kell nekünk semmivel foglalkoznunk, az ott le van szeletelve, mi csak kinyitjuk az agyot és beleborítjuk, még a burgonyát is meg tudjuk vásárolni, félkészen főzve, leszeletelve, akármilyen formában, kis karikában, kis kockában. Hát nagyon spórolnak az idővel is, amikor főzni kell, nem fognak órákat a tűzhely mellett állni, és ez is úgy szintén ezzel a dísliszerű, ilyen jó kis vastag, tényleg ilyen szafaládéval, és ezzel, amit itt látunk, a kevés, hát én sokkal többet raktam rá, mint egy holland rakna, ilyen kisütött kis szalonnával, és erre van még egy pecsenyelé, amit úgy szintén készen megvásárolnak. Ez a stampot, tehát ez a másik. De ezt a kettőt ők soha nem eszik együtt. Tehát vagy az egyiket, vagy a másikat. Mert olyan nehéz nekik, amúgy tényleg rengeteg a rost például abban a levesben, hogy ezt a kettőt együtt nem, és ezek téli ételek, tehát nyáron sem jellemző. És aztán, amivel lesokkoltam szegény Katát, amikor itt nézegettük, hogy működik-e az előadás, egy fantasztikus kulináris magaslathoz érkeztünk, mégpedig ahhoz, hogy mit esznek a hollandok ebédre. Hát következik, nem tudom, készen állunk-e rá. Hát, kész. Igen. Szóhoz sem jutok. És tényleg ezt teszik? Tényleg ezt teszik? Tehát ez egy szeletkenyér. Egy ilyen, amit mi legfeljebb tortára rakunk dísznek, ezzel a csoki reszelékkel, és ezt ők így megkenik, félbehajtja, le se ül enni, hanem már megy tovább, és viszi. Ez az egyik, a másik az a sajtos, tehát akkor meg az nem a csoki van, hanem akkor kenyér, esetleg egy hajszál vékony réteg margarin, de inkább az se, sajt levágva sajtkéssel, nem kenyérvágókéssel, meg nem tudom mivel, hanem nagyon vékonyan a sajtkéssel, és akkor azt is ugyanúgy rá, összeborítja, és megeszi, és ennyi az ebéd. Tehát ők nem ülnek neki, az iskolába például nincsen meleg étkezés, hanem viszik az ennivalót a gyerekek. Úgyhogy ez a Broodje Hagelslag, ilyen szép neve is van, szép a neve, jól is néz ki, na, ennyi. Hát én ezen kiborultam, amikor legelőször tapasztaltam, ott 2008-ban, apuka ott jött, és akkor egy ilyennel ott beszaladt a konyhába, majd kiszaladt a konyhából, és tényleg ők ezt fogyasztják ebédre, meg reggelire, és vacsorára esznek meleget. Arról nem hoztam képet, de amit úgy tipikusan és tényleg esznek vacsorára, az pedig általában az, hogy három részre osztják a tányért, tehát van egy valamilyen nehezebb köret, mondjuk rizs, vagy burgonya, vagy ez a ilyen kis érme
burgonya félig lefőzve már megvásárolta, és utána csak rápirít egy kis olívaolajon, és az az egyharmada a tányérnak, egyharmada valamilyen zöldség, tehát csak ilyen vízben főtt brokkoli mondjuk, vagy zöld bab, ami zöld, vagy amit el tudunk képzelni, valami zöldség, és a harmadik része pedig általában hús. Nem esznek annyi halat, mint gondolnánk, tengerparti nép ellenére, de azért esznek. Tehát a saját heringüket mondjuk azt nagyon szeretik, van saját garnélájuk is, ilyen icipicike, az a holland, mondták, pici ország, pici garnéla, úgyhogy azért olyanokat fogyasztanak, de nem annyira sűrűn, és mondjuk egy ilyen húsgombóc, vagy valami egyszerű, így a harmadik része. Nem minden nap esznek húst, most láttam az előbb pont, hogy általában 5 nap, 5 nap hús és 2 nap húsmentes, de nagyon sok a vegetáriánus is, és mindig csak annyit főznek, amennyit meg is esznek. Hát valaki mesélte nekem, ilyen csoportból, hogy voltak ismerősei Hollandiában, is oda meghívták őket vendégségbe, és hogy annyira elámultak, hogy ott voltak a vendégségbe, és hogy hatan voltak, és 6 szelet hús volt lesütve. Tehát annyit, nincsen maradék, nincsen, nekünk sincsen mikrónk. Most azt nem mondom, hogy egyik házban sincsen, Hollandiában mikró, de mivel nincsen maradék, ezért nincs mit megmelegíteni. Hogyha nagy ritkán van, akkor mi azt a gázon megmelegítjük, de nincs ez a vendéglátó kultúrájuk nekik, mint amikor mondjuk én hazamegyek, és akkor ilyen ételhegyek várnak minket, amit egy hét alatt sem bírunk megenni, de nehogy ne legyen elég. Ez a szívélyesség, ez a vendéglátás, ez úgy nincsen meg bennük, az én tapasztalatom szerint, mint mondjuk bennünk magyarokban. És akkor, hogy amikor megérkeztem Hollandiába másnap, akkor ott beszélgettem azzal a babysitterrel, aki nekem úgy átadta a munkát, engem betanított. Beszélgettünk, készítettünk egy kávét, ő kiment a konyhából, én megnéztem a hűtőt, és ezt láttam magam előtt. Hát mondom, milk, angolul milk, ott van rajta a boci is, én így beleöntöttem a kávémba. Hát mit kiderült, ez kefír. Tehát ez kefír volt, és én, mivel nem akartam beégni, ezért megittam a kefíres kávét, mert nem mertem megmondani, hogy azt raktam bele, de az biztos, hogy megtanultam. Lényegében aludtej, de tehát nagyon hasonló az íze. A kávéhoz nem javaslom. De gyorsan így rám ragadtak a szavak, hogy akkor a karnemelt az kefir, vagy hát aludtej. Ez a kis savanyú. Hát tényleg kávéhoz nem javaslom. De nézzük az ünnepeket, mert én szeptemberben érkeztem Hollandiába, és olyan november környékén feltűnt nekem valami furcsaság. A gyerekek így már teljesen be voltak zsongva, hogy jön a télapó. És én megmondtam, hogy hát ez még mikor lesz még? Hát most vagy mikor lesz még? December? Nálunk ugye december. És ők már ott novemberben minden este leültek a tévé el, és ott volt a Sinterklaas, itt egyébként nem szabad télapónak hívni, mert teljesen más, mint látjuk, ő szerintük. Sinterklaas. És volt egy ilyen esti hírek, minden este, hogy majd mindjárt jön a Sinterklaas, de mindenféle kalamajkába keveredett, ő hagyományosan gőzhajóval érkezik Hollandiába, Spanyolországból. Tehát így több sebből vérzik a történet, de ők így tartják, hogy onnan, senki sem tudja, hogy miért van rá sok magyarázat, de pontosan senki se tud, ez a hagyomány. Spanyolországból jön, gőzhajóval, fehér lova van, és ők pedig a, hát most már Kormos Pétereknek szabad csak őket hívni, mert Fekete Péter az most már nem politikailag korrekt, úgyhogy Kormos Péterekkel jön, és akkor ők segítik őt az ajándékok kiosztásában. Szóval mindig benne volt valami, hogy most elsüllyedt a hajó, most elvesztették a térképet, most eltévedtek, most viharba keveredtek, mindig volt, és már úgy izgultunk, hogy most jönni fog, vagy mi lesz. És ez a mai napig így van, hogy most már persze az én is a gyerekeimmel nézem, itt ezt is még itt ez a kisfiamnak a feje itt alul, meg a keze, mert most is ez van, hogy most akkor tenger alatt járója lett neki, meg mindig kitalálnak valamit, és november közepén jön a Sinterklaas Hollandiába,
és december 5-én megy el. Tehát itt ez a hagyomány, és onnantól kezdve november közepétől mindig ki lehet rakni a cipőt valamilyen ablakhoz, és rak bele ajándékot. Én meg csak néztem, hogy a gyerekek ott november 15-én kirakják a cipőt a Szinteklásznak, én is kiraktam, mondom, hát, ha történik valami, és kaptam bele ajándékot. Emlékszem még rá, hogy na, most már akkor tiszta, tiszteletbeli hollandnak éreztem magam. Szóval a Szinteklásznak egy óriási nagy elképesztő hagyománya van, és akkor minden városba behajózik, van, hogy egyszerre, mert ő ilyen ügyes, hogy egyszerre be tud hajózni mindenhova, és akkor itt több tízezer gyerek áll, és várja, és kiabálnak, és akkor mindenki, van ilyen műsorvezető, és az mondja, hogy akkor most énekeljünk, hogy meghallja, mert eltévedt, és akkor oda tudjon hajózni. Amsterdamba, ez itt Almérében volt, ahol mi lakunk, de szinte minden városban, ahol van kikötő, oda valamilyen formában behajózik, és akkor úgymond az országban van 2 hétig körülbelül. Szóval sokkal nagyobb ünnep, mint a karácsony. Erről itt készítettem, megkerestem egy 2008-as képet, ez volt az az első ház, ahol laktunk, ez még nem a 800-as volt, de utána abba költöztük. Ennyi volt a karácsonyi dekoráció, amit itt látunk, és annak is a felét én csináltam a gyerekekkel. Mint látjuk, ezeket a girlandokat, mert ők ilyet még sosem láttak. Tehát semmi ajándékot se kaptak. Semmi nagy karácsonyi vacsora nem volt. Azért létező dolog, meg úgy készülnek rá, és azért van egy vacsora része, hogy akkor tényleg előkerülnek a drágább vagy különlegesebb ételek, vagy tényleg lazac, vagy valamilyen rákocskák, meg rákkoktélok, meg hasonlók, de ez a nagy ajándékozás, amikor én itt hazamentem karácsonyra, nekem az én hátizsákomban csak ajándék volt. Tehát semmi más. És itt pedig semmit nem kaptak. Minél délebbre megyünk Hollandiában, annál inkább tartják, főleg ezeket a katolikus ünnepeket, de itt északon ennyi a történet, hogy nagyon minimális a karácsony. És akkor még egy ünnepet emelnék ki, ha jártunk esetleg még már Hollandiában, akkor a királynap. Ha 2013 előtt jártunk Hollandiában, akkor ez királynő nap volt, és április 30-án volt, de ha azután, akkor királynap lett, és április 27-én van. Ez olyan, mintha mi azt mondanánk, hogy augusztus 20-a mostantól augusztus 15-én lesz. Képesek voltak, és egy országos nagy ünnepet átraktak egy másik napra, egészen egyszerűen azért, mert a királynak ténylegesen akkor van a születésnapja. És akkor most már 27-én van a nemzeti ünnep, itt még 30-án volt, hát ez a király születésnapja, mikor hatalmas bulik, fesztiválok vannak mindenhol, a király család színében, az pedig az orranje, a narancssárga. Ma nekem már, manapság, a királynap inkább így néz ki, a kislányom mutatja, hogy na, azt is meg akarom még venni, mert amit nagyon szeretnek a hollandok ebben a napban, a nagy ünnepségeken és fesztiválokon kívül, az az, hogy ingyen kirakodó vásárok vannak. Tehát mindenki ezen az egyetlen napon adómentesen mindenféle, fizetés meg engedélyek nélkül a kijelölt helyekre kipakolhatja a saját kis áruit, amit összegyűjt egész évben, kipakolja akkor a padlást, és kirakja, és akkor ilyen 50 centekért bármit meg lehet venni. Nagyon jó dolgokat lehet megvenni, úgyhogy a gyerekek az év során összegyűjtött, meg kanapéban megtalált kis 50 centjeiket akkor összeszedik, és akkor megyünk. Én ezen a napon szigorúan nem dolgozom, pedig az én turisztikai főszezonom közepén van, de van olyan utazási iroda, aki ehhez igazítja a saját útját, hogy akkor 28-án indul, mert én mondtam, hogy én ezen a napon a gyerekekkel vásározok. Úgyhogy nekünk így néz ki, mert hát még csak pár év van, amikor úgy igazán élvezik. És ez is hozzátartozik. Akkor rá is térek a király családra. Koningshuis. Mondtam én, Kata, hogy én 4,5 órás lesz az előadás. De azért már közeledünk a végéhez. A király család, itt vannak ők, a drágák.
A király, ő tehát az ő születésnapját ünnepeljük a szép narancságával. Vilmos Sándor, holland király, a feleségével, az argentin származású Maxima királynéval. Azért a narancsárga az ő színük, mert őket úgy hívják, hogy orranje, mert ők, hát nem teljesen egyenes ágon, de lényegében Orániai Vilmos leszármazottai, aki egy nemesi származású valaki volt a 16. században, az 1500-as években örökölt egy fél budapestnyi területet, amit úgy hívtak, hogy Orange Franciaországban, és onnan kapta ezt a címet, és onnantól ez szállt így apáról fiúra, majd agyáról fiúra, mert egy időben már annyiszor halt ki a férfi ága ennek a király családnak, hogy bevezették, hogy most már nő is örökölheti. Úgyhogy az ő édesanyja is királynő volt, illetve ő édesanyja is, és ő édesanyja is. És ő a harmadik, negyedik generáció, aki már férfi, tehát előtte nők voltak. Az uralkodók, és neki is, mutatom, három lánya van. Úgyhogy a következő is, ő lesz a következő királynő, Amália. Amália, Ariana és Alexia. Na most ezt a kettőt lehet, hogy fordítva mondtam. Ja, így hívják őket, az biztos. Itt vannak a házuk előtt. Erre se biztos, hogy rám mondanánk, hogy palota. Ők így mondják. Ez Hágában van. Ez a palota, ők itt élnek. Tehát nem Amsterdamban, a királyi palotában. És mindig szokták tőlem kérdezni, hogy mennyire szeretik őket, vagy mennyire tisztelik őket. És a születésnapját nagyon szeretik a királynak, és nagyon meg is ünneplik. Én azt látom, hogy szeretik, hogy tisztelik, de nincs az a nagy távolságtartás, mint mondjuk Angliában. Tehát nincs az, hogy ők ott fönt, mi meg itt lent. Például a királynak van egy polgári foglalkozása is. Ő pilóta a KLM-nél, eljár dolgozni, hát nem a betevő falatért, de ő nagyon szeretett volna pilóta lenni, úgyhogy elment pilóta iskolába, és abból csak az a vicces, hogy a KLM jelentése Királyi Légitársaság, és ott vezeti a Boeing 737-es gépet, ami például Budapestre is repül. Lehet, hogy éppen vele utazunk, hogyha egyszer Amsterdamba látogatunk. Az én párom is pilóta a KLM-nél, és neki volt egy ilyen vicce, hogy azt mondta, hogy amúgy kétszer találkozott is a királlyal. Azt mondja, hogy na kivel találkoztam? Mondom, na kivel? Azt mondja, a Willivel? Mondom, melyik Willivel? Hát a Willem Alexander. Mondom, azt hisz, csak így levilisztett? Nem, mondtam neki, hogy hello. Mondom, te nem köszönsz a királynak? Mondta, hogy csak visszaköszönt, hogy hello, aztán mentünk tovább. Szóval ilyen közvetlenek azért. De ott volt vele persze a királyi testőrség. És azzal szokott viccelni, hogy majd egyszer ilyen beszédet, ugye van ez a pilótáknak ez a beszéd a repülőn, hogy majd azt fogja mondani, hogy tisztelt, tisztelt parlament, ja nem, tisztelt utasaink. Nem tudja szegény, hogy éppen hol van. Szóval nem látható az a hatalmas különbség, és éppen ezért hoztam egy fotót a Delftben, Delft egy közepes méretű városka, ahol a királyi család temetkezési helye található, egy gyönyörű temetkezési templom, és ott mellette van egy kávézó, amikor Delftbe látogatunk csoporttal, mindig felszoktam rá hívni a figyelmet, ahol a következő képen néz ki a toalett ajtaja. Férfi mosdó, női mosdó. Hát, hogy felrakták szegényeket így a mosdó ajtajára, amit úgy is hívnak azt a kávézót szerintem, hogy a királyi család, Königshaus, én úgy emlékszem. És ez nem számít szentségtörésnek, tehát nem fog senki velük emiatt veszekedni, hanem inkább ez ilyen tréfa, és akkor ezt mindenki érti, szegények. Hollandok néha így jönnek ki, hogy jaj, szegény Maxima, fönn van a WC ajtón. Hát, igen. Főleg, inkább visszatérek az előző képhez, főleg egyébként a szerepük csak jelképes, tehát diplomáciai szerepük van, ellátogatnak más országokba, diplomáciai kapcsolatokat tartanak fent, díszvacsorákat adnak Amsterdamban, akkor a királypalotát lezárják és ott tartják ezeket, illetve
jótékonysági tevékenységeik is vannak, főleg Maximának, akit nagyon-nagyon szeretnek, mert gyönyörűen beszél hibátlanul hollandul, és rengeteg helyre ellátogat, betegekhez, idősekhez, illetve új innovációkat. Nemrég itt volt, ahol én lakom ebben a városrészben, és ilyen nagyon pici kis városi kezdeményezéseket, mondjuk volt egy ilyen varró klub, és akkor időseket ott foglalkoztattak, és oda ellátogatott, úgyhogy itt volt pár kilométerre tőlünk. Ugye elmondhatom azért, hogy alapvetően szeretik őket. Egy nagyon holland fogalom, amit lefordíthatatlan, a közelheid. Lehet, hogy már hallottunk róla, a dánoknál, norvégoknál is van egy hasonló, ez ilyen kellemesség, na, otthonosság, ilyen, jaj, nagyon jól érezzük most együtt magunkat. Például szorosan köthető általában a kávéhoz egyébként, de egy házra is mondhatjuk, hogy ez olyan közel. Nem tudtam jó képet találni hozzá, mert a itt lakó holland, a párom, mindegyiket megvétózta, hogy az nem olyan közel. De mondom, hát akkor ez nem, az se az. Az túl nem spontán. Mondom, a hollandok egyáltalán nem spontának. De akkor is az spontánnak kell, hogy legyen. Úgyhogy akkor maradtunk a kávénál. Tehát van náluk egy ilyen, amikor kisüt az első nap tavasszal, és akkor ki rajzanak, mint a méhecskék, a teraszokra kiülnek, ez az én képem a Király Palotával, akkor hát ünnepnapon megesznek egy almatortát, de kávé az mindenképpen jár hozzá. Hollandok egyébként rengeteg kávét isznak, de ezt a hosszú kávét, még este is, vacsora után, lefekvés előtt mindig kávéznak. Az átlagot most megkerestem, és csak 3,2 a napi átlagjuk, de annál jóval többet isznak a legtöbben. Tehát imádják, de ezt a hosszú kávét, nem semmiféle erős kávét nem szeretnek. És akkor ez a közelök. Kiülök ismerősömmel, barátommal, barátnőmmel, és akkor úgy nézzük, azt is észrevehetjük egyébként, hogy mindig a székek azok kifelé néznek. Tehát nem hát mondjuk egymás mellett azért lehet, de az ilyen teraszokon, mint egy közönség úgy ülünk, és kifele nézzünk. Nézzük az embereket, nézzük az épületeket, nem így körbe vannak a legtöbb helyen az asztaloknál a székek. Úgyhogy ezt gondolnám, hogy ez a holland dolce vita, ami nem étkezéshez köthető, hanem egy ilyen életérzés, ami valamilyen apró, az élet apró öröme, egy kicsi kellemesség, a közelök. Ez egy nagyon-nagyon tipikus holland dolog, de múltkor mentem Hágába, és ott, ahogy megyek a vonattal, az egy iszonyatosan forgalmas vonat, meg főleg 9 óra előtt, mert mindenki akkor megy munkába, és ott volt egy ilyen igazi holland, magas, szőke férfi, aki így, ott már mindenki állt, már ott álltunk az előtérben a vonaton, és így befészkelte így magát a vonaton közénk, és becsukták az ajtót, így majdnem így az orrára így rácsukták, akkor így körülnézett, és azt mondta, hogy ah, közel. Vagy az is neki olyan otthonos volt, hogy ő is beszállt hering partizni. Szóval a hollandoknak nagyon fontos ez a közel. Most jön a lényeg. A virágok. A következő előadás a tulipánokról fog szólni, és most egy kis kedv csináló a holland tulipánokhoz. A holland tulipán az nincs benne az első 3 leggyakrabban exportált virágban Hollandiából, mint megtudtam, mert nekünk is vannak ilyen továbbképzéseink az idegenvezető képzőn, a krizantén a leggyakrabban exportált virág Hollandiában, meg főleg azért, mert a tulipán az egy szezonális termék, tehát az nincsen mindig. Az csak ilyenkor van, illetve ma már különféle trükkökkel, meg hűtőházas termesztéssel, meg hasonlókkal el tudják érni, hogy mondjuk már karácsonyra is legyen tulipán, de nincsen egész évben. De Hollandia a világ legnagyobb virág exportőre. Tehát ez felfoghatatlan, amikor 40 ezer négyzetkilométerről beszélünk. És vannak olyan országok, mint Amerika vagy Oroszország, hogy ezek az óriási nagy hatalmak, és akkor is Hollandia a világ legnagyobb virág exportőre. A globális virág exportnak majdnem a felét Hollandia birtokolja.
beleértve, ami az 1989-es húsvéti misén elhíresült, hogy a pápának is a hollandok szállítják a tulipánt a húsvéti misére, és ott ő megköszönte. A pápa azt mondta, hogy bedankt for the blumen out Holland. Tehát köszönöm a virágokat Hollandiából. Nagyon szép fehér tulipánokat vittek, és a mai napig visznek olyankor. Most egy kis kép nézegetés következik. Ez itt a Keukenhof Tulipán Park, ami nem sokára nyílik, március 21-én nyílik. Nekem ez a főszezonom, mert ekkor jön a legtöbb vendég ezt megnézni. Tehát a csoportjai milyenkor érkeznek, és ez csak 8 hétig van nyitva egy évben. Hogyha megnézzük, és így kicsit ki tudjuk nézni belőle, ez egy tulipánokból kirakott tulipán. Csak így most feje lefelé van. Ha előtte állunk, akkor itt szétágazik mindenfelé, és egy tulipán csokorról van szó. Tehát ez itt most a feje, de nem lehet belerakni egy képbe, olyan óriási. Tehát ott a szára az a kék, és akkor így nyúlik lefelé. Ez egy olyan virágpark, Európa virágos kertjének is szokták hívni, ahol 32 hektáron 7 millió kézzel elültetett virághagymával találkozunk, ami tehát ilyenkor nyílik. Most kicsit aggódom, ők nem egyébként, hogy nagyon korán jön a tavasz, már most nagyon jó idő van ahhoz képest, hogy nehogy kinyíljon, mire jönnek a látogatók. Tehát látjuk, hogy ez mind-mind hagymás. Minden. A jácintok, a tulipánok, ilyen gyönyörű kompozíciókban a fürtös gyöngyikékkel és a császár koronákkal. Ezeket már előre megtervezik, ma már számítógéppel, régen papíron kirajzolták, és úgy csinálják meg, hogy egymás alá ültetik a hagymákat. Erről is majd még lesz szó a tulipános előadáson, hogy folyamatosan virágozzon valami. Tehát a felső réteg elnyílik, akkor azt kiveszik, jön a következő, egy később nyíló virágból, tehát nyilván látjuk, hogy nem véletlenül akar mindenki ide ellátogatni, mert gyönyörű. Nekem ezek a kedvenceim. Innen élő videókat is szoktam a Facebookon indítani, mert élő séták, és akkor lehet ott csatlakozni olyankor, amik ilyen kis pici színfoltokban van, én ezt nagyon szeretem. De egy tulipán mezőn állni, azért az sem mindennapi élmény. De majd megbeszéljük, hogy mi a különbség a Kökönhof tulipános kert, a üvegházi tulipán és a szabadföldi tulipán között, amikor a tulipán termesztésről lett szó, mert ennek mindegyiknek nagyon komoly tudománya van. A holland klíma, éghajlat, az nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy kint szabadföldön tudjanak zöldséget termeszteni, ezért borzasztóan sok az üvegház ma, a mai adatok szerint 3300 termelőnek vannak az üvegházai, de felírtam a puskába, több mint 10 000 hektárnyi üvegházat üzemeltetve. Én holnap megyek egy ilyen továbbképzésre, ahol egy paradicsom termesztőhöz fogunk majd bemenni, és ők megmutatják, hogy hogyan termesztik a paradicsomot ilyen szubsztrátban, tehát már földről nincs is szó, hanem belerakják vagy vízbe, vagy ebbe a szubsztrátba, és az ott beszívja a mindenféle ásványi anyagokat, és azt ott van benne a gyökere a paradicsomnak, és felszívja. Illetve még azt mesélték róla, nem tudom, hogy látni fogunk-e ilyet, hogy teljesen már ezekben az üvegházakban arra mennek, hogy nagyon nagy a tisztaság, hogy semmiféle bogár, rovar nem mehet be. Ha mégis bejut, akkor drónok, remélem, hogy látok ilyet holnap, drónok szállnak fel, van egy kamera, és az azonosítani tudja, hogy milyen bogár, és én nem tudom, hogy ez igaz, de nekem így mondták szó szerint, hogy lecsapja. Hát lehet, hogy lefújja, nem tudom. Majd, hogyha kiderül, akkor a következő előadáson elmesélem, hogy mit csinál az a szegény drón, de valamilyen módon kiírtja ezeket a bogarakat, amik bejutnak. Tehát, hogy nem kell permetezni, nincsen rajta vegyszer, hanem így óvják, és egy teljesen zárt rendszerben. Mondjuk az is biztos, hogy a magyar szabadföldi paradicsom íze az azért utánozhatatlan. Tehát ahhoz képest itt kapunk egy ilyen világos narancssárga kőkemény paradicsomot,
amíg sem íze. De nagyon kísérleteznek már különféle fajtákkal, hogy minél több íze legyen, mivel különben nem lehet eladni. Németország mondta azt, hogy pár éve, hogy ő már nem vesz több holland paradicsomot, pedig ő a legnagyobb felvevő piac, mert nem lehet megenni. Nagyon szépen mutat, és nagyon szépen föl lehet vágni, mivel kőkemény, de hogy nem lehet megenni. És ezért most már azért szép, színesebb, meg főleg a koktélparadicsomokban nagyon jók, azok a picik, azoknak még van ízük. De az az igazi, szaftos magyar, azért az úgy néha eszembe jut, és így ábrándozom róla, hogy az egy más kategória, de az egyik legnagyobb zöldségexportőr is a világon Hollandia. A icipici területhez képest, mivel vertikálisan hasznosítják a területet, tehát fölfelé ültetnek és termelnek. Nekem milyenek a hollandok? Hát talán átjött az előadásomból, hogy én azért kicsit elfogult vagyok velük, mert én nagyon szeretem őket, meg főleg azért, mert befogadtak. Azért ez nekem nagyon nagy dolog. Mindig úgy vagyok vele, hogy az én saját munkámat az mindig lefelé értékelem, a másokét meg fölfelé, hogy azért nyilván rengeteg munkám van benne, hogy az idegenvezetőképzőt elvégeztem, meg minden hasonlót, meg most már vizsgafelkészítő vagyok. Megint nekem elmondhatom, hogy ez az életem, ez, hogy Hollandiával foglalkozom, kutatom, minden könyvet elolvasok, minden sorozatot megnézek, ami Hollandiáról szól, dokumentumfilmeket, most is ott a éjjeli szekrényemben egy Hollandiáról szóló holland könyv van, és ezért csak jókat tudok róluk mondani, nem mindenki van ezzel így, de nekem nagyon megvan bennük ez a vállalkozó szellem. Ez az, ami nagyon megragad bennük. Most ez egyébként egy csatahajó a Rijksmuseumból, de egy ilyen szép hajót akartam berakni, hogy ez a gondolatmenet, hogy nem tudom, hogy mi van a világ másik felén, de el fogok menni és meg fogom nézni. 1595-ben hajózott ki a holland először, hogy megnézze, hogy lehetősége lesz-e valahova eljutni, és azóta se álltak le, mert ennek az emlék plakettjén egyébként Amsterdamban van egy ilyen könnyek tornya nevezetű torony, és azon van egy emlék plakett, és arra ki van írva, hogy navigare necesse est. Én kimondattam a Google-lal, hogy hogy kell kimondani. És az azt jelenti, latinul, hogy ki kell hajózni. Ez annyira benne van a hollandokban, hogy menjünk, menjünk, menjünk. És kétharmada nem élte túl az első utakat, és a többi is meghalt trópusi betegségekben, de menjünk, menjünk, mindig legyünk úton. És nézzük meg, hogy mi lesz ott, és mit tudunk belőle hasznosítani, azért az ember, igen. Az is nagyon fontos. Aztán ez a saját fotóm, egy régi egyébként, még az idegenvezető képzőn voltunk itt tovább képzésen, ez a rotterdami kikötő, ez, hogy mindig nagyban gondolkodnak. Tehát nem csak úgy hébe-hóba csináljunk valamit, hanem akkor csináljuk meg úgy a rotterdami kikötőt, hogy nincsen korlátozás a hajók méretére vonatkozóan, és ezért legyünk Európa legnagyobb kikötője. Tehát jöjjön be a 24 ezer konténer szállító hajó is. És akkor majd itt kicsit lepakolnak róla, aztán mehet tovább Hamburgba vagy akárhova, de hogy merjünk nagyban gondolkodni. Abszolút megvan a hollandokban. Az innováció, hogyan tudjuk minél hatékonyabban felhasználni azt, amink van. Például itt a rotterdami kikötőben éjszaka összesen öten dolgoznak. Ezt nekem ott mondták. Mert minden automatizált, automatikus kisautó jön oda és elviszi a konténert, távmunkában, szó szerint dolgoznak a darukezelők, nézik képernyőn, és onnan irányítják, nem ül már fönt senki a daru tetején. Tehát folyamatosan 24 órában megy a munka, úgyhogy ott sincs senki. Innováció. Nekem ez nagyon, nagyon. De nekem a Rotterdam kikötő sokkal szebb, mint a tulipánmező. Azért nem mondom, hogy az csúnya, meg nagyon szeretem, de ez az innováció, ez elképzelhetetlen, hogy milyen mértéket ölt itt Hollandiában, és a szorgalom mindenhez hozzá járul,
Van egy könyv, na, kértek is itt könyvajánlót tőlem. Amúgy ez egy antikvár könyv, úgyhogy meg lehet, hogy sok mindenkinek meg is van. Ez egy nagyon jó könyv. Ez a... Ja, most nem látszik. Jaj, nem látom. Na, akkor mondom, hogy mi ez. Ez a Panoráma kiadó, eltüntette itt a kép, Amsterdam című útikönyve 1974-ből. És ebben is azt írja, hogy a szorgos hollandok, ezek a szorgos hollandok. És ezt arra mondják, hogy van egy ilyen mondás, hogy a világot Isten teremtette, Hollandiát meg a hollandok. Mert annyira itt akartak élni, hát én nem tudom, hogy ez mindenkinél igaz, de én szerintem mondjuk az alföldi emberek nagy része azt mondta volna már itt, hogy hagyjuk ezt a francba, mert hogy ilyen mocsár vidékből építették ezt az egész Hollandiát. Tehát legalábbis a fele az egy ilyen mocsaras, bejárhatatlan, lakhatatlan vidék lenne, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor most ide verjünk le cölöpöket, és akkor építsük meg Amsterdamot. Vagy itt ez a tó, ide nekünk termőföld kell, vezessük ki belőle a vizet. Ez el fog tartani 3 évig, már az 1600-as évektől kezdve, de megcsinálja. Akkor megépíti a vízelvezető csatornát, fölrak rá pár száz szélmalmot így a köré, és akkor így szépen forog a szélmalom, benne van egy csavar, kihajtja fel, átemeli a vizet, szépen lassan, és ott a termőföld, ahol én lakom, én most, jelen pillanatban 5 méterrel vagyok a tenger szintje alatt, mert egy olyan területen lakom, hogy úgy hívnak, hogy polder. Ezek a polderek azok, amiket vagy a tengertől, vagy még inkább édesvizektől visszanyertek a hollandok. Tehát kinyertek területet, mert nincsen nekik. Úgyhogy ez az elképesztő szorgalom. Még erről lesz szó, a szélmalmok működéséről lesz külön egy előadás, hogy a holland mentalitás szimbóluma a szélmalom. És akkor egy nagyon pici holland nyelvleckével készültem a végére, hogy ezt biztos, hogy meg fogjuk tanulni, mert vannak ilyen kifejezések, hogy mondják hollandul, például az, hogy na végre. Ha valaki késik, és akkor beesik, nagy nehezen, bár hollandok nem késnek. De ha mégis késik valaki, akkor azt mondja, hogy hehe, hehe, megérkeztem. Teljes értékű mondat, hogy hehe. Nem hiszek neked. Jájá. Mondok valamit, és jájá. Várjunk csak. Ho-ho. És ezeket rengeteget használják. Mondok még egy párat. No csak. Zó-zó. Nem semmi, valamire, hogy rácsodálkozik. Azt mondja, pú-pú. Akkor ő már nagyon meg van lepődve, azt mondja. Ha csak kicsit van meglepődve, akkor azt mondja, hogy now, now. Szóval, hogyha hollandul akarunk tanulni, akkor ilyenek várnak ránk, mert egy nagyon egyszerű nyelvnek tartom. Főleg, ha már valamennyit tudunk németül, annál sokkal egyszerűbb, mint a német. Ez már persze csak a tréfa része, és egy nagyon szép nyelvről van szó, de el is, ja igen, el is értem a végére, és a szüleim szokták mindig emlegetni, hogy a viszontlátásra az pedig a dúj, ilyen nagyon magas hangon, és így nagyon hangosan, magas hangon kiabálva, dúj, 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 így köszönnek el egymástól. Niki, még ne köszönj el tőlünk, Nem. most ugyan leállítom a felvételt, de közben is érkeztek kérdések, és szerintem még számos lesz. Úgyhogy leállítom a felvételt, és Köszönöm szépen azért a figyelmet már is.